Megtelt a bogátvezér tornacsarnok emberekkel szombat délelőtt Nyírbogáton. Nagy ünnep ez, a nem olyan rég várossá vált település életében. A zászlók helyükre kerültek, és a meghívott vendégeket elsőként a város polgármesterasszonya köszöntötte, majd beszédében fogalmazta meg az új emlékmű üzenetét. Ez a szoboravatás, mondhatnám, olyan, mint egy keresztelő. Felavatjuk azt, ami új lesz a közösségünk életében. Egy szobor állítása, egyben a múltra való emlékezés, a jelenben, és egy fohász a jövő felé. A szobor küldetését betölteni azonban csak akkor fogja tudni, ha nem élettelen kelléke lesz a településünknek, hanem őseink üzenetét hordozza a jövő nemzedékeinek. Az ünnepségen közreműködött Buzogány Béla társulata is, és a köszöntők között színpadra léptek Nyírbogát lakosai is, így közreműködve a zenés produkciókban. Ezt követően beszédében méltatta Nyírbogát város önkormányzatát Papp Zsolt György államtitkár. Büszkék lehetünk arra, hogy itt Szabolcs megyében, abban a településen, amelyre bátran mondhatjuk, hogy Magyarország egyik legfiatalabb, és talán lehet, hogy az egyik legkisebb városa, mégis talán példát tud mutatni. Mert azt hallhattuk ma, hogy a városi rangot azt nem csak osztják, ez nem egy kimaradt cím volt. Sokat kellett ahhoz tenni, hogy Nyírbogát városi rangot kapjon. Az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vallás, a sport. Ezeknek infrastruktúrája, az utak és az élet minden területét érintő kérdésben sokat kellett dolgozni az elmúlt években. És büszkén mondhatjuk, hogy megdolgozott érte, szorgos-dolgos mindennapokon van túl Nyírbogát városa, annak minden lakója, annak településének önkormányzata, polgármesterasszonya, képviselő úr, és mindenki, aki közreműködött abban, hogy ahol csak körbejárunk és körbenézünk Nyírbogáton, láthatjuk, hogy minden olyan feltétel adott, amely egy városhoz szükséges. A köszöntőbeszédek sorában utoljára a kitüntető címek átadását megelőzően köszöntötte a város lakóit Latorcai Csaba, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, területfejlesztési miniszterhelyettes. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ennek a településnek, ahogy említettem, hosszú történelme van, megélte az elnéptelenedés szomorú jövőtlenségét épp úgy, mint manapság, ezekben az években különösen, a jövőbe vetett hit és a szorgalmas munka eredményét. Nyugodtan állíthatjuk, az elmúlt évek és a jövő egyaránt biztosítja minden nyírbogáti számára a felvirágoztatás közösségi élményét. Az idei városnap alkalmával a bogátiak egy a város jelképeként is szolgáló lovasszoborral lettek gazdagabbak. Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész, Ihanus Szirpa és Várajai László szobrászművészek közreműködésével.